Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves amerikai barátaim és a világ minden tájáról ide seregve konzervatívok, mindannyiunkat köszöntöm. Külön is köszöntöm Pászkát Klaus barátomat. Az nem meglepő dolog, hogy ő Európa intellektuálisan legbátrabb embere, hiszen annyian hosszú életet élt, ez igazán el is változott tőle. De hogy még mindig ő egyet köszöntünk a legfiatalabb és a legfrissebb, azért tudanyunkat meg. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél és itt vagyunk. Én is tudom, hogy önök jobb beszédet érdemelnének, mint ami most következik. De mindannyian tudjuk, hogy délelőtt sem buszni, sem fúrni nem lehet világcsúcsot. Kérem, hogy ennek a megértésével fogadják a gondolataimat. Akárhogy is nagyszerű, hogy itt vannak. Szerencsés egyversés. Egy hónapja nyertük meg a zsinórban egyedik választásunkat, és 4 napja alakíthattam meg az 5. konzervatív keresztény kormányt.